Üdvözöllek titeket egy újabb videóban. Ma egy érdekes témát fogunk feldolgozni. Itt a nyár, amit látjátok, hát én sem bírom ki napszemben nélkül már, mert olyan erősen napsütés, olyan meleg van. Szóval itt a nyár, és ilyenkor ugye a turizmus fellendül, és nagyon sokan utaznak mindenfelé, és turisták is érkeznek ide Budapestre, úgyhogy ma ezzel a témával fogunk foglalkozni. Be fogunk menni a belvárosba, előtte találkozunk egy ismerősömmel, mert vele együtt közösen fogjuk készíteni a videót. Szóval bemenjünk a belvárosba, és azt fogjuk csinálni, hogy szerzek valonnan egy térképet, ami egyszerű lesz, és én külföldinek fogom kiadni magamat, míg a ismerősöm pedig vidékinek, és azt fogjuk eljátszani, hogy bemenjünk a belvárosba, és megkérdezünk embereket, tehát nem lesz annyira nagy videó, tehát meg fogjuk kérdezni őket, hogy ez meg ez merre található, és kíváncsi vagyunk arra, hogy mennyire segítőkészek, egyáltalán segítenek-e, szóba állnak-e velünk, illetve ha igen, akkor mennyire tudnak angolul, ugyanis az emberek nagy százaléka itt Magyarországon alig tud angolul beszélni, pedig már 30 év eltelt a kötelező orosz nyelv tanulása óta, még mindig az embereknek a 40%-a kurván, aki beszél itt Magyarországon angolul, szóval elég nagyon kicsi az arány Európai Unióhoz képest, úgyhogy ma ezt fogjuk letesztelni, most viszont kimegyünk először Rákospalotára, illetve Újpalotára ismerőssel találkozni, és utána be a belvárosba, és akkor megcsináljuk ezt a videót. Tartsatok velem! Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta. Hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek bárhol, bármilyen messze. Mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta. Hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Na, hölgyek, urak, üdvözlet újra itt. Most itt vagyunk már Újpalotán, és megérkeztünk egy ismerősömhöz, aki mai videóban fog segíteni. Ő is vlogokat szokott csinálni a YouTube-on, és nemrég kezdte el a videózást, így van? Igen. Na, őt Vikinek hívják egyébként. Sziasztok! Szóval ő Vikinek hívják, és egyébként régebben együtt dolgoztunk egy helyen, munkahelyen, és mivel ő is elkezdett YouTube-ozni, és látta, hogy én is YouTube-ozok, ezért megkért arra, hogy csináljunk egy közös videót, illetve na jó, Nagyzolok, én kértem meg őt arra, hogy csináljunk egy közös videót, úgyhogy ma ezt meg is fogjuk tenni, és ahogy a bejelentkezés elején is mondtam, ma az embereket fogjuk tesztelni az utcán, én külföldinek fogom kiadni magam, ő pedig vidékinek, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy hányan fognak nekünk segíteni, illetve melyikünk lesz az eredményesebb. Szerinted te mit gondolsz, az emberek jobb, hány százaléka tud angolul itt Magyarországon? Szerintem most már azért sokkal jobban tudnak angolul, mint 10 évvel ezelőtt, mivel ez már populáris nyelv lett, és az iskolában is sokkal gyermek. Igen, igen, és ezt akartam mondani a bejelentkezés elején is, hogy azért fontos angolul beszélni, mert az angol, az tényleg, ahogy mondtad, egy populáris nyelv, tehát világszerte bárhol megértik ezt a nyelvet, illetve vannak még olyan országok, ahol nem értik, de nagyon sokan, tehát oroszok, franciák, németek, magyarok, arabok, kínaiak, és sorolhatnám még, de Magyarországon szerintem csak a 30%-ot beszél. Igen, nem? Mert vannak idősebb rétegek, ahol még az iskolában oroszt oktattak. Igen, igen, de hát ez már 30 éve volt azért. Jó, már anyám 41, és még ő is tanult oroszul. Igen, igen, hát az enyém is, de hát előbb-utóbb meg kell tanulnia mindenkinek, de most ez ki fog derülni, hogy tényleg melyik az a korosztály, aki beszél angolul. Na de most ne csak erről beszéljünk, hanem arról, hogy te milyenféle videókat csinálsz. Belenéztem egy-kettőbe, de most én nem szeretném elárulni. Terve van még egy Balatonos videó, ahova két hétre lemegyünk, és arról fog szólni egy videó. Tehát én utazási vlogokat csinálsz? Először lesz ilyen is, lesz interjú. Meg az embereket fogom megkérdezni majd a káros szenvedélyeikről, hát ha megnyílnak egy kicsit. Na, ez tök jó, ez ilyen utazásos és emberközpontú videók, ilyen interjú. Szóval, ha szeretnétek, őt is nézzétek, egyébként majd a záró képernyőre ki fogom tenni az ő csatornáját, iratkozzatok fel, lájkoljátok mindenképp, de most irány a belváros, és akkor teszteljük az embereket.
Na, gyerekek, már itt is vagyunk, a Keletibe eljöttünk. Összefutottam egy ismerőssel, és kiderült, hogy vele is dolgoztam már együtt. Sziasztok! Na, hogy is hívnak, várja? Sziasztok, Nagy Gábor vagyok. Nagy Gábor, és ő fog nekünk segíteni a videózásban. Szereztünk ilyen a BKV térképet, ami ilyen sematikus, tehát nem látszódnak rajta utcanevek, csak a helyi BKV járatok, és ezeket fogjuk megkérdezni. És azt mondtad, hogy te is részt akarsz benne venni, és te azt hiszem magyar turistát fogsz játszani? Így van, egy eltévedt vidéki turistát. Eltévedt vidéki turistát, szóval ők ketten akkor egy pontot kaptok, én pedig külön egyet. Hát figyelj, így is nehéz lesz nekem, mert nekem angolul kell beszélni. Ugye az emberek többsége nem tud azért annyira angolul. Igen. Magyarul jobban tudnak. De lehet, hogy hozzátok meg nem fognak hozzászólni. Azt mondja, Nini, hogy cigit kértek. Ezt már neki is elsütöttem ezt a poént. Van egy 100 cigit buszjegyre kéne. Azaz, buszjegyre kéne. Szóval most tesztelni fogjuk, és akkor merre fogunk menni? Hát merre tervezünk? Hát én azt mondtam eleve, hogy ilyen külvárosi területeket nézzünk meg. Egyrészt abban még kicsit jobban félek, hogy itt egy belvárosba, majd, mert elég sok gebaszokat, amit lövök a Keleti pályaudvar környékét. Úgy terveztem, hogy Margit híd, Margit sziget, ittől egészen föl... Margit híd, Margit sziget? Aha. De ott szerinted oda kéne menni, ott több ember van, nem? Vagy ahol hát, tudunk így turistaként, tehát a turisták lennénk hozódni. Jó, de úgy gondoltam, a Margit itt szól föl a Mamut felé. Jó, hát akkor fölmegy. Csillebért, vagy nem Csillebért. Vagy Csillebért van? Akkor megyünk arra, akkor onnan jelentkezünk. Addig is sziasztok. Csak. Na, akkor meg is érkeztünk, a Széll Kálmán teret választottuk magunknak. És itt fogunk akkor majd útvajközbest kérni. Kitaláltuk közben a koncepciót, pontozni fogunk. Mindenkinek három emberhez kell majd oda mennie. Én külföldinek fogom kiadni magamat, tehát ez lett a végleges verzió, tehát én angolul fogok oda menni. Helyeket fogok majd keresni, és kíváncsiak vagyunk, hogy hányan igazdanak útba. Te kit fogsz? Én egy budapesti magyar eltévedt turistát, aki nem nagyon szokott kijárni otthonról, vagy éppen tudja, mi merre hány útát. Igen, és te is fogsz valamit elakítani, nem? Igen, én leszek a vidéki turista. Igen. Tehát ő lesz a vidéki, aki először jár Budapesten, ő, aki nem nagyon mozdul ki Pesten, de haverokkal akar találkozni, meg nem tudom, hova kell mennie. Vagy állásinterjúról, de nem tudja. Én pedig a külföldi, aki inspirálni fogok. Nevezetességeket fog kérdezni, úgyhogy nézzük is meg. Ide bekészülünk, és akkor rejtett kamerával mindjárt le is videózunk nektek. The chain bridge. Do you know where is it? Because I can see on the map. Okay, the chain bridge. Where do you want to go? To the chain bridge. Oh, right. Exactly. Okay. So you have to. I'm trying the best way to get that. The bridge is here. You see this? Yeah. Where the bus lines? The blue one, the 60 and the 105. Yeah. You see this? Yeah. And where are we? So where can I get there?
We are standing here. Yes, yeah, come on. Yes. Yeah. So you have to take the metro, the underground. Yeah. The two. Yeah. And go to the Ferencsted. This it's a 1, 2 and the third. Street section. Yeah, the third. Okay. The third one is yours. And take the bus 16 or you can get the bus which number is 16. You can see it. I see. There. Mm-hmm. And it's going through the castle. The and you can reach the chain bridge. The metro line is faster, right? I don't know because the buses take you off exactly there, but the metro station is far away, I think. Oh, okay. So I'm gonna take the metro line because it's easier. Okay, so you can. Thank you so much. So take the metro, go green station, take off the third station. Uh-huh. And take the bus number 16. Okay, thank you. You're welcome. Thank you so much. Have a nice day. Excuse me, can you help me? I just want to get direction. Yeah. I'm just looking for a Grand Central Market. You know, I don't know how to say Hungarian. It's a market where you can shop. Yes. You know, the big... but I can't find this. Because market at what time? The Grand Central Market. Not this, it's Serkamán tér. I'm just looking for the tourist market. You know, I think there goes a tram. Yes. But I don't know where is it because there are a lot of trams. A big market. Yeah. I think it's in the city center. Okay. Oh. On the third line of the metro station. Have you ever been there? No? No. I don't know how to get there. I think it's at there is a big I don't know where. So, you want to get here? Okay. Then? Yes. You have a food. So, one stop by the metro. And you have to get up, yes, only one station, one time here. At the next stop, okay? So go up, and there at the bank of the Danube, there is the tram station, number 19 and 41. And it's stop here. And on the other side,
Okay. Yeah. So what's the biggest part? This is the biggest market. Oh, okay. Thank you. So at the Carvet here, right? Yeah. Fair enough. The next one. Ah, here. Yes. Yeah. Here. Oh, okay. Yes. Oh, okay. Thank you so much. I'm gonna find it. My English is very poor. No, no problem. Yeah. Thank you so much. Na gyerekek, és bejöttünk ide a Mamutba, így a videó végére, mert körülbelül egy óráig tartott a felvétel, és már napszúrást kaptunk, úgyhogy nagyon melegünk van, de itt hál' Istennek megy a klímaberendezés. A mai napot összesítve úgy lett a pontozás, Gábornak lett 2 sikeres, nekem is lett 2 sikeres, nagy nehezen, és Vikinek sajnos csak 1. És miért lett 1? Azért, mert a másodiknál ugye az emberek nem akartak megállni, pedig ő csak úgy végeztettek a kérni. Szerinted miért nem álltak meg az emberek? Azt hitték, hogy kérni akarok tőlük egy cigit, vagy pénzt akarok tőlük csorni. Hát igen, sajnos ilyen ez, mert a mai világban nagyon sok ilyen kéregető van, és láttuk is elég sokat a Széll Kálmán téren, úgyhogy te nem úgy nézel ki, mint a kéregetnél. Tehát nem is értem, teljesen normálisan. Én arra gyanakszom egyébként, hogy sokan ugye munkából mennek oda, és látom, hogy fáradtak. De igen, az is igaz, mert már 6 óra lesz hamarosan, úgyhogy már sokan mennek haza. Abban is van valami, nagyon sokan siettek. Igen. De a második felvételben már látszik konkrétan, hogy rohantak az emberek, szinte meg se álltak egy szóra sem. Hát de mindegy. A tanulság, hogy akárki kér segítséget tőletek, akkor segítsetek neki, hiszen elvesznek külföldön, vagy vidéken, ahogyan ők alakították. Nagyon rossz lehet, hogy nincs senki, aki ezt fordulja. Szóval ez volt a mai videónak a tanulsága. Azért örültem én, hogy voltak kedves emberek. A második néni, akihez oda mentem, angolul, az nagyon-nagyon-nagyon kedves volt. Képzeljétek el, ez már nem látszik a felvételben, de még utána is rohant, és segített, hogy még könnyebben elérhessem a célomat, mert először ugye azt mondta, hogy menjek a 2-es metróval, majd aztán a 4-es, és utána javította, utána futott, képes volt, pedig már napvégén is biztos, hogy is váratott, utána futott, és megkocogtatta a vállamat, hogy fiatalember, próbáljon meg a 4-es, 6-ossal menni, az a sokkal könnyebb, és akkor így szálljon át a 4-es metróra, úgyhogy nagyon kedvesek voltak. No, szerintem az emberek. De a fickó is nagyon kedves volt, ez a fiatal srác, ő is próbált. Kicsikét nyers angoluk volt, de egyébként nem is kell felsőfok ahhoz, hogy tényleg segítsenek az embereknek. És tényleg, a külföldre lettem volna, én megértettem volna, amit szeretett volna mondani. Neked mi volt a tapasztalatod, Gábor? Hát az első négy a Daliba mentem volna el. Hát a fiatal lány, aki az oda mentem, az nem tudta, hogy hogy ma. És direkt szerintem a hosszabb utat mutatta nekem, hogy a 4-es szállja föl, vagy a 6-os lemosra, akkor ott lett volna a metró. Na most én úgy vettem észre, hogy vagy hirtelen teljesen ledukkolt, amit már el tudok képzelni a melegbe is. Utána... Igen. Ennyi. És nekem mi volt a tapasztalatod, Viki? Az első emberke nagyon segítőkész volt, a másodikok oda mentem, és egy sem akart segíteni. Igen, amit tárgyat is, hogy biztos siettek. Na mindegy, ennyi lett volna már a videó. Fiatalok, tanulság, figyeljetek egymásra, segítsétek egymást. Ha valaki oda megy segítséget kérni, akkor segítsetek neki. Persze, hogy nem is látok, hogy nem vagyok a hajléktalanok, tehát de simán megállhattatok volna. De azért ez egy nagyon jó kis teszt volt. A következő videóban találkozunk, addig is ne felejtsétek ezt lájkolni, feliratkozni a csatornára, és természetesen a következő videóval majd jövök. Addig is sziasztok! Sziasztok!
Mindig haza húz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Ne legyek bánó, bármilyen messze. Mindig haza húz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza.